Folytatjuk adásunkat a Hitrádió világnéz adásában, és egy kis geopolitikai kitekintésre vállalkozunk a következő percekben. Mégpedig annak apropóján, hisz többször foglalkoztunk itt a Hitrádióban Törökország kérdésével. Hol azért, mert az Erdogan elnök a választások előtti időszakának a retorikájára figyeltünk oda, hol azért, mert a közel lokációjában figyeltük Örményországhoz és a közel-keleti országokhoz való viszonyát, hol azért, mert éppen a gazdaságpolitikájában, iparfejlesztésében, Európai Unióval, vagy akár Magyarországgal való szoros kapcsolatában láttunk elemezni valókat. Minden esetre az kétségtelen, hogy az látszódik, hogy Törökország Ankara Erdogan elnök vezetésével próbál helyezkedni. Nyilván a választás is egy tét, de lehet, hogy egy geopolitikai űrt akar kihasználni, és újra akarja pozícionálni az országot. Ez is kérdés lehet. Ezzel szemben ugye maga a NATO is figyel-e arra a folyamatra, amit Erdogan elnök tesz és cselekszik a regnálásának az ideje alatt, és akár kilátásba helyezték a NATO-ból való eltávolítását is Törökországnak, hogy mi lehet e mögött, az egész megmozdulás mögött, melyik vonal az, amelyik erősebb, arról fogom kérdezni beszélgető partneremet, Bíró Andrást, a 21. század intézet kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nos, hogy látja ön Törökország helyzetét? Ugye a jelenlegi regnáló vezetés, az Igazság és Élet pártja most már jó pár éve kormányozza az országot, és akár országon belül belpolitikailag is kivált néha pro és kontra jó és rossz érveket, de nemzetközileg is így akár az Európai Uniót is azért érdekelheti, mi történik Törökországban. Hogy látja ezt ön? Az kétségtelen, hogy 2002 óta, amikor ugye Erdogan által vezetett Igazság és Fejlődés pártja hatalomra került, akkor egy nagyon éles fordulatot vett a török külpolitika, és az az új megközelítés egy ilyen multidimensionális alapokon nyugvó, asszertív, cselekvő, független és ambiciózus külpolitikát keltett életre, aminek egyik sarokköve az erős hatalmi politikának az alkalmazása, ugye ez általában a hadseregre szokás érteni, nem véletlen, hogy a NATO-nak a második legerősebb hadereje Törökország, és emellett a puha hatalmi, vagyis a soft power politika, és ennek a kettőnek a keretében próbálja Ankara közel-keleti térség egészében pozícionálni magát a muszlim világ vezetőjeként, újonnan ez egy új ambiciózus célja Törökországnak, de egyébként ezáltal arra is képes, hogy például a Nyugat-Európában érő török közösségeket a saját céljaira használja fel egyfajta proxyként. Ezt láthattuk például a 2017-es referendum során, aminek következtében Erdogan gyakorlatilag kvázi teljhatalomra tett szert. Viszont most jelen esetben a változó világrendben betöltött szerepét vizsgálva az országnak, azt mindenféleképpen láthatjuk, hogy ez a most már több mint 20 éve meghirdetett paradigmaváltás kezd beérni, és az uniós kapcsolatoknak a leértékelődésével, ugye ne felejtsük el, hogy Törökország már 1987-ben benyújtott a csatlakozási kérelmét az Unióhoz, viszont gyakorlatilag csak 2005-ben nyíltak meg a csatlakozási tárgyalások, miután az ország vezetése teljesítette a koppenhágai kritériumokat. Viszont főleg a ciprusi köztársaság felvételével az EU-ba igen csak komoly ellentétek keltek életre az Európai Unió, illetve Törökország között, és 2011-re olyan szintre süllyedt a két félnek a kapcsolata, hogy Törökország nagyon nyíltan elkezdett kelet felé is nyitni, kifejezte csatlakozási szándékát a Sánkhelyi Együttműködés Szervezetéhez, amelynek dialógus partnerévé vált, és Erdogan 2022-ben már utalt is rá, hogy a jövőben szeretné akár a teljes jogú tagságot megcélozni, de Törökország nagyon élénken érdeklődik a BRICS csoportosulás iránt is, ugye ez a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát tömörítő gazdasági kooperáció. Továbbá ugye a Kína által meghirdetett rendkívül grandiózus és nagyon komplex geostratégiai terv, az egy vezet, egy út egyik legfőbb haszonélvezője szintén Törökország lehet. Szóval ezekből kirajzolódik, hogy
hogy tényleg a Törökország már a nyugati kapcsolatokat nem egyedüli prioritásként kezeli, hanem csak egyé váltak a sok közül, és igyekszik egyfajta hídként tetszelegni nyugat és kelet között, mindkét féllel együttműködve adott esetben a saját nemzeti érdekei mentén. Igen, ez talán még azzal is alátámasztható, hogy amikor itt a orosz-ukrán konfliktus kapcsán fölajánlotta a közvetítői szerepet, az is egyfajta üzenetértéke volt geopolitikailag, de ugye ezen túlmutat az ő szerepvállalása. Emellett ugye az energia hordozók kapcsán is örömmel áll rendelkezésre, akár új hálózatok kiépítésével, akár egyáltalán a tranzit szerepvállalással. Egyébként úgymond ilyen új információként, hírként önök úgy élekednek arról, hogy amennyiben tényleg itt a NATO csatlakozások sorába most éppen jelentkező észak-európai országok mellett megjelenik az, hogy akár NATO tagságtól megválnának Törökország tekintetében, közben meg az Európai Unió hadseregét pedig most már több egyszerre figyelmeztető jelként erősíteni akarják, ebben hogy lehet nyertes Törökország? Tehát milyen politikát kell ehhez folytatni? Tovább erősíteni ezt a keleti erősítést, keleti vonalhoz való kötődést jobban, vagy mi lehet ennek a vége? Hisz azért ő ott a saját övezetében sem nagyon kimélte az ott élő országokat, ha másról nem beszélünk, akár a kurd kérdésről is. Igen, itt azért azt fontos kihangsúlyozni, hogy ezek az elemzések reálpolitikai szempontból vizsgálva igyekeznek mellőzni azt a fajta morális alapállást, ami Törökország esetében kihangsúlyozná, hogy hogyan számolt le Erdogan például a saját belső ellenzékével, akár Davutoğlu-val, akár a gülenistákkal, akár a kurd kérdés, a szerepvállalás az arab tavasz eseményeiben, a muszlim testvériség támogatása. Azért ezek nagyon kényes kérdések, viszont a nyugat részéről stratégiai hiba lenne, hogyha elengedné Törökországnak a kezét, mégiscsak a Fekete-tenger teljes ellenőrzése a Boszporuszon keresztül történik. Törökország akadályozta meg az orosz-ukrán háború kitörésekor, hogy az orosz hadiflotta áthajózhasson a Fekete-tengeren, és ugye ezután tetszelgett a mediátor szerepében a két fél között, ennek lett például az egyik eredménye a megszületett gabona megállapodás. A lényegében a Törökország saját érdekeit próbálja érvényesíteni a jelenlegi helyzetben is, és bizony azokkal a zsarolókártyákkal rendszeresen visszaél, amelyet képes szerezni akár a szövetségeseivel szemben is. Láthattuk ezt a migránsválság során, igen, hogy az Európai Unió több milliárd eurót utal át Törökországnak folyamatosan, hogy azt most már 5 millió embert, aki az országban tartózkodik, akár menekült, akár migráns, ugye ez majd a megfelelő dokumentációk benyújtása után dől el, hogy ki melyik jogi kategóriákba sorolható, de Törökország folyamatosan visszaél ezzel a helyzettel, és próbálja a saját érdekei érvényesítése érdekében a legjobb alkupozíciót kizsarolni. És akkor most ugyanezt láthatjuk például a gázbeszerzések kérdésében is, hogy ugye a nyugat egyfajta önblokkosító politikát kezdett el folytatni, hosszú távon meg akar szabadulni az orosz energiahordozóktól, legalábbis az elbeszélés szintjén, azért a valóságban látjuk, hogy átcímkézett orosz gáz továbbra is lehet importálni akár Kínából, amit a kínaiak megvesznek nyomatáron, majd többszörös áron eladják az energiaválságban szenvedő nyugat-európai országoknak. Ezt ugye, amikor tetőzött ez az egész krízis nyár végén, őszelején, akkor erre láthattunk példát, de most ugyanilyen aggályok merültek fel, hogy ugye Azerbajdzsánnal megkötetett ez a nagyon várt gázszerződés, és Ankara azon munkálkodik, hogy ő váljon a legfőbb gáztranzit csomóponttá, legalábbis ami Európába irányul. Izraellel megkezdődtek a tárgyalások egy gázvezeték kiépítéséről, az azeri gáz szintén a török vezetékeken keresztül érkezne Európába, amit az azeriek csak úgy tudnak ugye biztosítani, hogy Oroszországtól importálnak több gázt, hogy meg tudják duplázni az exportot, illetve a saját felhasználásokat is tudják biztosítani, és emellett ugye Törökország hát
láthattuk a háború során is, hogy Ukrajnának például drónokat adott el, de nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, vagy az orosz oligarchák Törökországban menekítették a vagyonukat, rendkívül megnőtt az ingatlan vásárlásoknak a száma, de az amerikai, illetve az ukrán tőke is menekült Törökországba, mert a régiónak az egyetlen olyan biztonságos országgal, gondoljunk csak arra, hogy azért a Balkán mindig puszkaporos hordó, a Kaukázusban folyamatosan villongások vannak, akár a Karabakh térségében, Örményország és Azerbajdzsán között, a Közel-Keletről nem is beszélve, ami részben egyébként éppen az amerikai demokrácia export következtében merült vérbe és káoszba. És Törökország egy ilyen rendkívül komplex helyzetben próbálja nyilván a saját érdekeit is érvényesíteni, viszont hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, a nyugatnak is szüksége van arra, hogy egy ilyen, még hogyha teljhatalommal rendelkező személy is áll Törökország élén, de biztonságpolitikai szempontból ez sokkal jobb, mint hogyha ha véres belharcok folynának. Hát láthatjuk, hogy Líbiában, Szíriában, Irakban milyen eredménye lett annak, hogy kiiktatták azokat a helyileg, vagy ki akarták iktatni, ugye Szíria esetében, de ez nem sikerült, azokat a helyileg beágyazott, a törzsi politikához értő vezetőket, akik valamiféle gátat szabtak annak, hogy például egy iszlám állam kaliberű terrorszervezet képes legyen a hatalmát megszilárdítani. És Törökország a legfőbb gátja ennek a térségben, és ezt a geostratégiai előnyüket igyekeznek is kihasználni. Igen, tehát az egyértelműen látszódik, hogy avval tisztában lehet a ilyen értelemben a törökországi adminisztráció, hogy egy olyan geopolitikai pozícióban vannak, amit nem lehet nem kihasználni, hisz hogyha nem tennék, akkor is szinte önkéntelenül abba az irányba irányulna egy csomó felsorolt, akár hatalompolitikai, akár gazdaságpolitikai eseménysorozat. Viszont az is kérdés, hogy ezt bírja-e a török adminisztráció, hisz közben azért a gazdasági motorjaik azért mondhatni, hogy köhögnek, elég magas az infláció léptéke, mértéke, bár most talán úgy tűnik az utóbbi adatokból, hogy valamennyire ez konszolidálni látszik, de hát azért itt azért még bőven az 50-55% fölötti inflációról beszélünk az ő esetükben, ami azért kimagasló nagy önmagába, de a 80-hoz képest kétségtelen, hogy kevesebb. A belpolitikai kiegyensúlyozottság sem feltétlen egyértelmű. Azzal, amit ön is említett, hogy akár az Európai Uniós különböző tagállamokat, de talán ebbe ki lehet emelni Németországot és Franciaországot különösen, ahol rengeteg török munkás dolgozik, szinte életvitelszerűen generációk óta ott élnek, se biztos, hogy könnyen éli meg azt, hogyha esetleg itt a viszonyok elhidegülnek. Tehát ezeket a helyzeteket ön szerint fogja el tudni kezelni Törökország hosszabb távon stratégiailag? Mondom ezt úgy, hogy akár most a davoszi csúcs idején is úgy látszik, hogy a gazdasági hatalmak sem tudnak konkrét megoldásokat találni, vagy legalábbis nem ezt tűzték ki célul az első egy-két nap üzenetei alapján, hanem inkább egy összezárást, hogy összefogjanak a problémák kezelésére. Belefér ebbe Törökország? Láthatjuk, hogy azért vannak strukturális problémák a török gazdaságban, ahogy ön is említette, az infláció rendkívüli mértékben elszabadult, ez már megélhetési válsággal jár együtt. Itt ebben benne vannak a hibás gazdaságpolitikai döntések, valamint nyilván a geopolitikai spekuláció a török líra ellen is, ami elképesztő mértékben veszítette el az értékét, csak hogy demonstrálni tudjam ennek a mértékét, hogyha megnézzük 10 évvel ezelőtt az euró forint árfolyam ugye 310 körül volt, és olyan mértékben romlott a török líra fizetőképessége, mint hogyha ez most nem 400 lenne a forint euró összevetésben, hanem közel 2100. Nyilván küzd ilyen problémákkal Törökország, viszont most a háború következtében rendkívüli gazdasági előnyökre is szert tud tenni, továbbra is ömlik a külföldi tőke az országba, az orosz, az amerikai, de ugye a kínai is. És emellett azt is látni kell, hogy azért 2011 után, az arab tavasz eseményei után láthattuk azért a korlátait annak, hogy ez az a nagyon ambiciózus török külpolitika bizonyos korlátokkal kénytelen szembenézni. Ha
összességében nézzük a nagy képet, akkor mindenféleképpen megállapítható, hogy geopolitikailag egy nagyon fontos országról van szó, Törökország esetében, és Európa számára is felértékelődött az elmúlt időszakban, ahogy Oroszország számára is, és Kína számára is. Itt lehet egy licitálási verseny, majd kialakul, hogy kipróbálja akár minél inkább magához édesgetni a törököket, de hosszú távon valószínűsítő, hogyha több pólusúvá válik a kialakuló világrend, akkor Törökország továbbra is törekedni fog arra, hogy adott esetben mindkét blokkal, vagy több blokkal együttműködjön. Azt ön egyébként mennyire tartja reálisnak ezen erővonalak mentén, amit a Wall Street Journal is foglalkozott vele az elmúlt napokban vezércikk formában, hogy a NATO-nak meglátások szerint kilátásba kell helyeznie nyilván katonapolitikai, hatalompolitikai logika alapján a Törökország kizárását a NATO-ból. Ugye magyarázzák ezt egyrészt azzal a fajta politikával, amit eleve Erdogan folytat, illetve egészen pontosan úgy fogalmaznak, hogy Törökország ugyan tagja a szövetségnek, de ellenségként viselkedik. Ez annak a szokásos zsarolási retorikának a következtetése, vagy azért ebben van, amit ön is említett, a közel-keleti az erősebb szövetségkötési irány is, vagy bármi más is még szóba jöhet? A realista külpolitikai gondolkodás ugye azt helyezi előtérbe, hogy az államokat nem elvont erkölcsi vagy filozófiai elvek mozgatják, hanem a minél nagyobb hatalomra való szertevés. És Törökország is ennek szellemében jár el, és miután a nemzetközi rendszer anarchikus és nem hierarchikus, hiszen a bolygón lévő államok fölött nincs egy olyan szupranacionális szervezet, amelyik kordában tudná tartani őket, láthatjuk ezt például azért az ENSZ esetében is, hogy rendkívül diszfunkcionálissá vált még a biztonsági tanács is a háború következtében, hiszen ott ül a lépében Oroszország mellett az Egyesült Államok és Kína is. Oroszország nyilván nem ítélte el a saját agresszióját, Kína tartózkodott, és innentől kezdve nincs kierőszakolási lehetősége sem a szervezetnek. Viszont Törökország hosszú távon, most nyilván Oroszország esetében is láthatjuk, hogy az amerikai külpolitikai gondolkodás nagyjai, George Kennan, Henry Kissinger vagy Brzezinski is azt hangsúlyozták, hogy nem szabad Oroszországot Kína karjaiba lökni, sőt, éket kell verni a két ország közé, mert hogyha a nyersanyagok és a technológia egyesül, akkor még komolyabb kihívással kell szembenézni az Egyesült Államoknak. És hogyha még Törökországot is, amelyik ugye, ahogyan már elhangzott, a NATO második legerősebb hadereje, még megpróbálják még inkább keletre tolni, és őket is Kína karjaiba lökni, akkor az azzal fog együtt járni, ugye ez az angol száz terminológia, amely az alapján határozta meg a világot, hogy the West and the rest, ugye hogy a nyugat és a világ maradéka, ez hosszú távon azt fog eredményezni, hogy a nyugat saját magát blokkosítja, és tényleg a világ maradékával kerül szembe, miközben ezek az országok, Oroszország, Kína, Törökország, India, Brazília, Indonézia, csak hogy néhányat említsek, ezek sokkal komolyabb súllyal jelennek már meg a világgazdaságban, sokkal komolyabb szerepük van, nagyobb befolyással rendelkeznek, és itt nem arról van szó, hogy a nyugat elszegényedik, és azért veszíti el a versenyképességét, hanem a világ összes többi országa, amelyeket hagyományosan ugye a maradék világhoz soroltak, ők sokkal inkább, sokkal gyorsabb ütemben gazdagodnak. Szóval összességében én úgy látom legalábbis, hogy a nyugatnak szüksége van Törökországra, megpróbálhatja valamilyen módon kordában tartani, ugye itt már voltak arról is hírek az elmúlt hónapokban, hogy az Unió is szankcionálni akarja Törökországot, amiért együttműködik Oroszországgal, például ugye a török áramlat továbbra is terítéken van, illetve az első török nukleáris atomerőmű is Oroszország közreműködésével készül el. Viszont akkor még itt visszatérnék arra, hogyha Törökország válik a gázelosztó központtá
akkor Európa ezen a téren is kiszolgáltatottá válik Törökországnak, nem csak a migráció kérdését illetően, hiszen ez csak azt fogja eredményezni, hogy Moszkvából Ankarába átkerülnek a gázcsapok, és láthatjuk, hogy a jövőben az energiabiztonságért is fognak az államok egymással küzdeni. Szóval én ezt mindenféleképpen stratégiai hibának gondolnám, de szerintem ezzel Washingtonban is tisztában vannak, még hogyha egy-két európai állam amellett is foglalna állást, hogy ki kellene zárni Törökországot a NATO-ból. Minden bizonnyal a washingtoni elemzők, akik a vezércikk írására folyamodtak is, lehet, hogy csak figyelemfelkeltőnek szánták, mint ahogy a dániai Saxobank is évről évre kiadja azokat a prognózisait, amik inkább provokációnak szoktak tűnni, hogy még véletlenül se azok valósuljanak. Megbízunk benne, hogy itt is valami hasonló provokáció hangzik inkább csak el a cikkbe, mert ezek szerint azért a hosszú távúságnak inkább az lenne a jó, ha a NATO ilyen értelemben nem változna, legalábbis az összetétele ebben az értelemben nem változna. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá, szerintem ezt a geopolitikai kérdést nem fogjuk tudni lezárni ezzel az interjúval, ezzel a beszélgetéssel, pontosan miatt érdemes lesz Törökországra továbbra is a figyelmünket fordítani, és visszatérni egy későbbi beszélgetésbe. Bíró Andrással, a 21. század intézet kutatójával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.